Jó napot kívánunk, hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Mai videóban egy autót fogunk tesztelni a földön. Oké, engedd el. No, kezdjük azzal a témát, hogy az én fejhallgatóm nincs itt, és Özsennek elloptam a fejhallgatóját, és ő meg Csozéval nyomja. Ó, most ez lóg a Ginder. Tiszta full. Nagyon full. De ezt lehet majd visszaadom felénél, mert úgy nyomja a fülemet. Másképp van kialakítva, mint az enyém. Na, elérkeztünk oda, hogy csűrleleteket nézzünk. Az, hogy szinte mindet átvettük már, mint látjátok, tehát írja a nevét mindegyiknek. Bármint, hogy nem vettük át, csak hogy megtaláltuk átvenni, ezt vettük át csak. Ez az egyik legkevényebb amúgy. Ezt is szerintem meg fogjuk csinálni, kipróbáljuk. De van itt Ford GT40-től kezdve csomó minden, és van itt egy autó. Címből már tudjátok valószínű, hogy ez az autó lesz a mai főszereplőnk. És van itt még két autó, amit nem fedeztünk fel. Három. Ja, nem, kettő. Az bárhogy számolod, kettőt egy jó. Nem, hogy az. Csak most azt nem tudom, hogy azt hiszem van a Lego részbe is ilyen csűrlelet, és hogy ez beleszámít, vagy ez külön csak ebben a részben. Ezt nem tudom, de mindegy, tehát, hogy van még két autó, amit át kéne vegyünk, vagy hogy meg kéne találjuk, és akkor ezek vannak meg, és most nem is húzom az időt tovább, hanem akkor vegyük át. Bekerült a garázsunkba. Áj, de annyira aranyos! Nagyon menő. Annyira jól néz ki. Várjátok, tök sokba kerül egy ilyen autó. Valamelyik nap éjjel nem tudtam aludni, és elkezdtem nézni a mobilén meg mindenhol ezeket. Annyira tetszik, én tökre megépíteném tényleg élőben, zöldre lefújni minden. És csináljuk majd. És hát így most csak a játék marad, élőben nem tudjuk megcsinálni, de nagyon reméljük, hogy előbb-utóbb élőben is lesz egy... Nem Ferrari kell, nem kell autót venni. A mi autóink kellenek. Mire megyek? Hol a mini? Na itt egy mini. Ez ilyen aranyos mini. Na, tehát ez a Lego Speed Championsban is van, azt hiszem, ilyen csűrlelet cucc. Mini Cooper S-Rally. És az kéne meg tudni majd, hogy ott is mennyi csűrlelet van. Na, itt van ez az autó, ez most a lényeg. Ilyenek vannak az olasz melóba. Azt vágjátok azt a filmet? Három Mini Cooper ellop egy csomó aranyat. Mini Cooper. Jó film, az a címe, az olasz meló. Nézzétek meg, tök jó film szerintem. És az ahhoz képest meló. Gyerekbarát szerintem, de ha véletlen nem, akkor kérdezzétek meg azért szüleiteket, hogy megnézhetitek-e. Inkább maradjunk. Az a biztos. Szálljunk be a kocsiba! Húzom itt az időt. Hallgatóban már bocsánat, mindig mondom, kell, hogy én mondtam, hogy odaadom ezt, nem vittél nekem. Itt úgy ülök, mint a támaszkodnak. Ezt közben csak nyomod vissza a vizet. Ó, és jobb kormányos, azt te nem fogod szeretni, akkor az én autóm lesz. Az én autó nem lesz. Nem, az én autója. Ja, tényleg. Ja, mindegy. Innen menjünk, és akkor... Hát tuningoljuk. Tuningoljuk. Vagy próbáljuk ki először így gyáriba? Próbáljuk már ki. Amúgy ez elég creepy, hogy egy angol autóba, Angliába német rendszámot tesz erre. Hát ennyi, német rendszám. Mi? Ember, de miért nem nézem? Hát tényleg. Jó, már értem, mit akar. Szerintem ti is értitek. Jó, így még jó. Egy számot. Nem kell szám, ez így pontosan tökéletes. Itt most szívem szerint leeszkipeltem volna, és akkor újra kezdett, de jó fej vagyok. Jöhet a próbakör, nagyon aranyos amúgy. Ez a rendszám kifejezetten nagyon jó, úgyhogy tök ügyes vagy, tök jól kitaláltad. Jól áll. Hát még piros, úgyhogy majd kezelésbe kell vegyük. De úgy tudod neki amúgy, ha jöltem az első, az narancsárga volt. Tényleg? Mi? Van olyan videó, hogy narancsárga. Tényleg? Én nem vágom. Nem, nekem Officál zöldben van meg, úgyhogy zöld marad. Belülről így néz ki. Egy nagyon kis pici, letisztult dobozautó. Tényleg nagyon pici. Annyira cuki, hogy hihetetlen. Itt a zöld. Szerintem csináljuk meg. Úgy az igazi. Mindjárt megyünk fel egy gyári kört. Hát nagyon gyári. De szerintem Bini is gyári, úgyhogy... Tényleg? Hát nem hiszem, hogy bele van rakva valami V8. Kis sima gyári. Annyira egyenes kipufogó van alatta, tud így hangjából ítélve. Nem katalizátor, meg részecske szűrő, meg minden szarság, ami a mostani autókban van. Ez semmi. Tényleg. Hmm,
Ahhoz képest négy sebességes. Milyen, ahhoz képest milyen vékony kis gumia van. Hát mondjuk nem pont télen kéne ezt az autót kipróbálni, nem baj, de nem baj, most tél van, nem várunk addig már, mert nem bírunk addig várni, muszáj volt megépíteni. Ja, vagy hát még nem, még tél nem van, tehát akkor... Igen? Akkor tél van. Igen, tél van. Nagyon jó kis hangja van, na köszönjük, ide beparkolunk. Nem ide, ide. Szegény ott egy hóember! Aha, beállunk ide, jövünk szétnézni, megnézzük a hóembert. De aranyos! Mellesleg nagyon örülök és boldog vagyok, hogy Dominik is imádja a Mr. Bean-t, mert én kb. Azon nőttem fel, én nagyon szerettem. Mondjuk én többet néztem annó a rajzfilm részét. Mellesleg nagyon örülök, hogy Patrik is szereti a Mr. Bean-t, mert én azon azt nagyon szeretem. Nézzük, mit lehet benne cserélni? Lehet bele valami V8-at? Ember, mit lehet beletenni? Gyári, 2000-es, 4 hengeres, turbóról, ember! Hát igazából... Beletesszük ezt. Beletesszük ezt és felhúzzuk. Kap egy 1.6-ost. Felhúzzuk. Igen, és ideges lesz. Nézzük a hajtásláncot. Van egy hátsó kerék, mert gyárilag első kerekes. Oké, ezt is tudjuk. Mondjuk, hát mit képzeltem? Hát nem össz? Hogy képzelted? De mit gondoltál? Na, menj már a rép. Hát van egy összkerék, meg van egy hátsó kerék. Az összkerék az milyen kategóriában már? Hát az már az azért nagyon jó, mert a hátsó kerékkel csak jobbra-balra csúszkálna, az tuti. Akkor legyen össz... Főleg, hogy tél van, tehát tegyük összkerékre. Karosszírja! Ember! Mennyire kemény! De bínautója nem ilyen. Nem toljuk szét bínautóját, ez így vagány, de nem kell. Nem, kicsit szolidan. Szerényen. Olyan, mint Bean-nek tényleg. Olyan legyen, mint Bean-nek, oké. Akkor tegyük rá egy szárnyat! Mind így mondtad! Na nézzük előről, mik vannak hozzá még? Ember, ezzel nem lehet ölni! Nem, ott voltak a kamerák. Ja, tudod. Tényleg, mikor forgatás volt. Így meg van izé... Soft... Mi... Ilyen, nem ja, van ilyen softboxa, ilyen hideg fénye is, hogyha látszik. Ember, te hogy néz ki? Ez az eredeti minis. Hát... Nem tetszik. Na! Ez végre olyan driftes, ami nem olyan, mint a többinek. Vagy hogy, na értitek, csak hogy mindegyiken van egy fajta, mindegyikhez van egy fajta, és tök szar. Amúgy ez nem rossz, de maradjon kobgyári. Nem, nem? Igen, mert nem lehet ilyen, mert bínautója csak... Hallod, ilyen volt, vagy így? Legyen, vágj, hogy mondom, legyen gyári ilyen lökhárító rajta, vagy ne legyen semmi rajta. Hát így nagyon üzé. Legyen rajta gyári, jó, hagyjuk akkor. Nézzük, mi van hozzá. Jaj, van hozzá izé. Tetőcsomag. Hú, ez amúgy nagyon vagány, ilyen kemény rokettánira meg lehetne csinálni. Ilyen volt rajta. Nem, hogy lett volna? Jó, maradj gyáriba, ez is csak kíváncsi vagyok most, hogy miket adnék hozzá. De mi a szar, az fogja rajta a kábel tévét? Nem, ezt tudod mi, szerintem én nem tolató le. Nem tudom, UFO taszító a kocsitól. Hú, így amúgy szép kis letisztult. Nem kell rá, volt gyárilag is rajta oldalt. Ja, sárvédő! Hát tiszta Dakar! Azt se teszünk rá. Nem volt rajta. Fent! Nézd! Légbeömlő! Az lámpa, nem? Az tuti valami lámpa. Vagy ilyen kürt. Mit ír? Utcai. De nem írja. Utcai. Nem, szerintem csak távol tartja az UFO-kat a kocsitól. Jó, az így gyárilag, hagyjuk így. Az jó. Kerekeket? De a kereke is ilyen, ilyen volt, volt, nem? Ilyen volt. Egy jobb gumit csak tegyünk rá, nem? Van utcai, sport, ez, verseny. Ez. Ember, nézd már a versennyel, igen, S1. Igen. Jó, de így még nem tér el a na, gyáritól. Ez. S1. Ember, jó kis slickkel. Jó, akkor tegyünk rá igen. Verseny. Hagyjuk gyáriba. Szélességet nem állítunk. Azért egy BBS-t megnéznék rá, hogy milyen. De nem, de ugyanolyan. Jaj, de nagyon jó. De ugyanolyan. Jó, így gyári. Ilyen felnél volt. Így jó, oké, marad gyári. Meg tegyük rá egy 20-szalosat! 50! Jaj, de gusztustalan! Jó, marad így, candy shop. De a motor meg ezekhez hozzápiszkálunk, az úgy se látszik. Kap másik kuplungot, váltót, hajtást. Két utas? Ez verseny, két utas, így van. Tehát mind a ketten beleférünk, plusz hátra még ketten. Annyira tetszik, hogy nincs még fejtámlája meg semmi. Azt hiszem ezekben szerintem még kb. Izé, biztonsági övse volt. Utána jött be a szigorításba. Tehát úgy jöttek ki annó régen. Nagyon para.
Na nézzed, milyen fék van rajta? Rövés végül akartam kibírni, nem tudtam. Stance? Várj, ilyen... De stance! Nem. Snoop Dogg! Aha, yeah! Nagyon jól énekeltem. De ne ezzel szórakozzál már, hogy kattog. Jó van, na, hagyjad. Mondom, na. Pattog. Ja, úgy értettem, kattog. Beszélek, az sem értik. Na miért tegyünk rá? Ez a gyári, egy picit ültessük? Nem, ez így meg gusztustalan. Egy picit ültetjük, így marad, jó lesz? Ilyen jegyezünk volt mindnek abba? Is. Ilyen volt mindnek is, nem? Oké. Bukócső bele. Tegyünk bele? Ne, hát nem volt benne. Jó. Ezt. Azt rök bele. Ezt tegyük bele, mert vaj, ez még nem látszik. Hát, vagy nem tudom. Ez így jó. Nézzük itt még, mit lehet rajta könnyíteni. Utcai. Másik. Sport. Ez. Verseny. 8-30. Kikönnyítjük. Menjen jól. Ez se látszik. 8-30-kor, mert ugye 8, esen 8-30-8-30-kor jól megy. Igen. Csak 8-30-kor megy jól. Hát, növelünk a teljesítményen, mindenből megkapja a keményebbet. Kapjon turbót? Hogy ne kapjon? Hülyeskedsz? Jó, hogy kapjon. Az lennél X-széria. Jó, legyen. Na, hozzápiszkáltunk úgy, de amennyire várjál, kell. Nincs nagyon megültetve. Egyel van csak a gyárihoz képest. Na, itt a vége. 670 kilóból lett 597. 56 kilowattból lett majdnem a tízszerese. 498. Jó, tehát D-osztályból lett S2. Oké, nyomjuk. Szóval 498 kilowattal számolva, az 667 lóerő, szóval lett egy közel 700 lóerős Bean kocsink. Az kemény azért. Az nem rossz amúgy. Akkor színezzük át, és most jöhet az, hogy zöldre, mint ami minden kocsink kéne legyen, mert Dominik azt szeretné. Nézzük gyáriban, mik vannak. Ú, van fekete tetővel is. Menő. Itt az övé nagyon nem volt gyári szín. Na, igen. Na, keressük. Ott nem az, nem ilyen volt. Na! Ez! Ember! Várjál! Ilyen. Sőt, így, világosabb. Aha. Ja. Nézzük ezt, várjál. Így, ez volt. Aha, ez ilyen lime színű szerintem, fura. Az fekete volt. Tükröket nem lehet festeni. A fekete volt, az motorház tetője. Igen? Igen. Oké. Legyen karp. Nem, így, a kíván. Jó. Így, király. És... Áj, de nem volt ilyen, nem volt ilyen, nem szabad, mert akkor... Sötétítettem. Az ablakot lesötétíthetnénk, és akkor jó lenne, vagy zöldre. De az megint nem gyári, hagyjuk gyárin. Maradjon így. Ember, de kemény. Nézzük körbe először. Hát mondjuk így sötétben nem sok látszik, de... De azért ez Bean. Ez tényleg Bean. Ez fura. Mondjuk azt a szettet át kéne már cseréljük, főleg, hogy tél van, valami téli szetre. Majd azt is valamelyik videóban megcsináljuk. Ember! Hova? Ember! Hat sebességes lett. Ott egy fa! Igen, az jó, hogy elkormányoztál. De mi lenne, ha az úton menne? Nézd meg, hogy viselkedik az úton. Ja, igaz. Ne tördözte! Ember, de mennyire kemény hangja van. Tudom az utat, menjél. Aha, tudod az utat, még ettől félek én is. Tudom az utat. És bevágva most, hogy a semmi közepén húszálunk. Na, szóval. Tudom az utat, menjél csak. Ember, vágott összkerekes, ez hátsó kerékkel mit művelt volna? Semmit, csak forgott volna körbe-körbe. Ez nagyon sok neki. Ez brutál. Hát nézd, hogy imod. Szegény elszépült benne. Hány sebességed? 6. Hoppá, kicsit meghúztam. Ember, 250, 6. Tilt. Hát minden esetre rohadt kemény lett. Jó. Irányíthatatlan vágod? Na, teljes mértékben. Na nyomjad. Az. De ez a vágod így... De mit csinál?
Az mi volt? Bukkanó? Az valami bukkanó volt. Mi? Változ? Mi? Ember, várjál, váltak. Még kiszakadt kicsit a hátsó tengely. Ember! Mennyire mérges! Nagyon kemény! Ken Block ezt a videót sírva fogja megnézni. Az ő kocsi a közel se tud ilyet. Hát ez minden esetre nagyon menő. Ember, elkezd csúszni, aztán hirtelen betapad, aztán megint, és folyamatosan kb. Játszanod kell vele, mert nem tudod, hogy hol tapad, hol nem. Jajajajaj. Vége. Kettőt vennél elfogy. Jó, nem is értem, mit várok. Csoda, hogy nem hullik szét a kaszni. Hát, ja. Na, szóval Bin mikor siet, ezzel az autójával megy. És így a rendőröknek Ja, a rendőrök el se kapják. Ember, meg milyen jól ugrat. Nem tudok váltani. És most átváltunk belső nézetre, és nézd, milyen gyönyörű lesz a látvány. Á, nincs összetörve. Létezik. Kész, nem bírja, vége 250-nél. Fú, ez rohadt jó. Nagyon tetszik. Már csak tényleg élőbe kéne egy ilyen, annyira feelingje van. De látod, hogy a fél háta látszik, kb. Olyan kicsi az ülés háttámlája. Tényleg. Látod akkor most, vagy akkor nem? Autópályán driftelni. Szevasztok, ez itt a Jackass! Lazán elindulhat be is. Még jobban indul el hatba, mint amúgy. Ember, gyárilag egybe indul így. Hát akkor kb. Mondhatni, hogy egysebességes. Hát, ja. Berakod hatodikba és úgy mehet bárhova. Mondjuk tuti bírna többet is kicsit szerintem. De ez így jó. Így úgymond Forza gyári, hogy mi nem piszkálunk hozzá személyesen. Még ugyan jól indul. Hát egy elektromos csak aminek van hangja. Aha, majdnem elektromos. Hát legalább zöld. Tehát abban mindenféleképpen igazad van. Belégzés, kilégzés. Na, hát így néz ki kívülről. Kicsit így napfénybe is megvizsgáljuk. Jaj, csak mondjuk innen le kéne menni. Várj, most már megyünk? Nem, megkínáljunk valamit. Fordulj, fordulj. Megfordulok, aha. Szedi a lábát rendesen. Nem is kell váltanod. Kis fürgegyik. Nem kell váltanod. Ja. Itt menj balra. Fel kéne menni itt. Itt be lehet menni? Összetöröm a kocsit, ha nem. Bemegyek? Tudom. Nem. Pillanat. Nem törtem össze, király! Na, itt megállunk. Oké, okay. Végre, itt, nyugalomba körül tudjuk nézni, itt talán a traktor fog mindjárt rendudálni hátulról. Hát egy kicsit koszos lett már, megmondom őszintén. De annál inkább egyedibb és élethűbb. Nekem nagyon tetszik, szerintem teljesen jól eltaláltad a színt. Belülről nem változott semmi. Hát... Itt vágod Sennának, hogy mindegyiknek 20 000 gomb, igen, meg race mode, meg minden. Ebbe! Visszapillantó tükör! Az is még a régi. Na erre a tuningra mennyit adsz? Én 10/10-et. 10/15-öt. Nagyon kemény. Jó lett. Ember orra áll vágod. Végtelen király. Na most srácok! Köszönjük, hogy megnéztétek, velünk tartottatok, reméljük, hogy rajögtetek ti is egy jót. Építsétek meg ti is, küldjétek el akár üzenetbe, Instagramon tudtok írni üzenetet, ott leírhatjátok nyugodtan a véleményeteket, Team Sokolom. És akkor, csinkuje! Köszönjük, hogy minket választottak, és reméljük, hogy kellemesen utaztak.